Az ősi horvát Brinjei nemzetség sarja Franjo Vlasics katonaként a napóleoni háborúban szerzett érdemeket, melyekért Mária Terézia lovagkereszttel tüntették ki. 1824-ben vezérezredesi, 1831-ben tábornoki rendfokozatot kapott, egy év múlva lett Horvátország és Szlavónia bánja. Támogatta a horvát megújhodási mozgalmat és védelmezte Horvátország Rijekával és a tengerparttal kapcsolatos jogait. Frankovics György horvát etnográfus író ismertetése szerint Franjo Vlasicsot 1833-ban nevezték ki erdélyi polgári és katonai biztossá. Ebben a minőségében támogatta az erdélyi ellenzéki arisztokrácia alkotmányos törekvéseit. A dombóvári születésű, kiváló katona és példás életű államférfi történelmi szerepének jelentőségét mások mellett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője méltatta április elején. Horvátország és Magyarországnak több mint 800 éves története van, illetve a Personál Unió 816 éven keresztül állott fenn, 1102-től 1918-ig. A közös történelmünknek sok közös történelmi személyisége nagyja volt. Ilyen volt Vlasics Ferenc, aki Dombóváron született, horvát nevén Franjo Vlasics. Ő amellett, hogy híres katonatiszt volt, végigharcolt a 18. század, illetve végig 19. század elejé háborúkat, a napóleoni háborúkban több mint 50 csatában vett részt, mellette pedig államférfi is volt, betöltötte az erdélyi gubernátori tisztséget, illetve Horvátországban, Zágrában horvát bánként is működött. A horvátok a mai napig őrzik az emlékét, Zágrában is lett eltemetve. Neki köszönhetjük, vagy neki is köszönhetjük azt, hogy a két ország történelme összeforrott, illetve vannak olyan pontok, amelyek bennünket összekötnek. Örülök annak, hogy a horvát önkormányzat felelevenítette az ő személyiségét, történetét, és a 2010-es évek elejétől évről évre megemlékezünk Vlasics Ferencre, Dombóvár híres szülöttjére. A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat Franjo Vlasicsbán születésének 256. évfordulójára szervezte a megemlékezést és a koszorúzást a Vlasics udvarban.